megérkeznek hozzám a családok, akkor általában a babát levetkőztetjük, szinte teljesen mesztelenre, és hát egy darab kis pelenka szokott rajta maradni, és akkor ő úgy alszik, és úgy altatjuk el, hogy egy kis takaróba csavarjuk be. Ott lehetek a családoknak ebbe az egész különleges egy évében, főleg így mondjuk az elején az újszülött fotózásnál, hogy ennek te egy picit így részese lehetsz, az így egy csodálatos dolog szerintem. Nagyon szeretik az újszülött babák azt, hogyha be vannak eléggé szorosan bugyolálva, mint hogyha az anyukájuk pocakjában lennének még mindig. Hát ezek azok az anyagok, amiben bebugyolálom a babákat, ezek ilyen nagyon természetes és nagyon puha, illetve rugalmas anyagok. Vannak még, amik lányos színben, fiús színben. Van például az a Macim, azt minden gyerek imádja, aki bejön a stúdióba, de mondjuk ő elég nagy, hogy fotózzam, mert általában ezekkel az újszülöttekkel egész picike kiegészítőket tudok használni, ilyen picike állatokat, mint mondjuk ez a párány, amik az ő kis kezükbe tényleg így jól mutatnak. Én például nagyon szeretek természetes kiegészítőket is használni. Én azt gondolom, hogy tényleg a természet részei vagyunk, és főleg a babák, és ez úgy nagyon szép lehet, hogyha valamilyen ág, bogyó, természetes dolog így ott van a babával együtt. Amikor így be vannak csavarva, ilyen puha anyagokba, akkor abba annyira bele tudnak aludni, hogy tényleg akkor nyugodtan lehet őket fotózni, és egyáltalán nem zavarja őket az egész, se a vaku villogása, se az, hogy én fotózom, semmi. Babákhoz óriási türelem kell, hiszen őreik nem lehet rájuk szólni, nem lehet őket megkérni, hogy mosolyogjon, csukja be a szemét, vagy éppen feküdjön hasra. Tehát ott azt gondolom, hogy minden egyes mozdulat a türelemről, és arról kell, hogy szóljon, hogy észrevegyük azt, hogy a babának mi a jó, mi a komfortos. Tőlen arra 10 napos most. 10 napos. Még terhesen voltam, akkor eldöntöttem, hogy szeretnék ilyen babafotózáson részt venni. Nagyon tetszenek ezek a fotók, és úgy gondolom, hogy ez egy olyan alkalom, amit soha többet nem lehet visszahozni. Tehát ezt meg kell örökíteni mindenképpen. Az elején kell egy kis ráhangolódás. Általában én szoktam őket levetkőztetni, hogy érezzem, hogy hogyan reagálnak az érintésre. A 3-4 órás fotózás amiatt 3-4 óra, mert számunkra az újszülött fotózás alatt az kell, hogy a baba aludjon, és nyugodt legyen. Ezt el kell érnünk. Nem feltétlenül alva érkezik hozzánk egy baba, és bizony belecsúszik egy etetés is, hiszen egy ilyen pici baba még 2-3 óránként eszik. A fotózások alkalmával többnyire fehér zajt használok. Ez emlékezteti a babákat a magzati létre, ahol hallják édesanyjuk szívverését, illetve a véráramot, és nagyon nyugtató hatással van rájuk, úgyhogy segít az alvásban. Azt gondolom, hogy attól lesz jó egy fotó, hogy érzelmet vált ki. Hogyha ránézel, és azt mondod, hogy wow, megmosolyogtat, az egy jó fotó.